Több száz éven át a gyapjú vagy tollpaplan kötelező tartozéka volt a lányok hozományának. Nagy becsben tartották, vigyáztak rá, hiszen évtizedeken át melegítette a családokat. A paplan készítést régen inas iskolákban tanították. A Vajdaságban a Közép-Bácskai Óbecse volt a központja ennek a szakmának. Idővel megszűntek a paplanvarró műhelyek a városban, de van egy család, melynek hölgy tagjai még ma is együtt készítik a békebeli paplanokat. Oroszlámos Éva 1961-ben tanulta ki a paplanvarró szakmát az óbecsei inas iskolában. Már rég nyugdíjas, de még ma is ellepik a rendelések. Főleg az idősebbek értékelik a természetes anyagból készült télen fűtő, nyáron hűtő takarót. Most is egy új paplanhoz feszíti ki az anyagot a lányával. Rendelik, még nagyon sokat csináltunk ajándékba, lakadalomba is mentünk, akkor paplant vittünk. Nagyon sokan rendelik, most már még fiatalok is. Éva lánya Dóra, bár óvónői képző főiskolát végzett, besegít édesanyjának a paplanok varrásában, hiszen együttes erővel is alig tudnak eleget tenni a sok rendelésnek. Az új paplanokhoz a fő kelléket, a kártál gyapjút az udvar hátsó felében lévő műhelyből hozza. Ezt a szövethez hasonlító anyagot a nyers, fésült és fellazított gyapjuszálaknak a kártálógép óriási hengereken történő anyagalakításával állítják elő Szent Tamáson és Topolyán. Egy paplanhoz körülbelül 2,5 kiló kell belőle. Valamikor Becsén is kártálták a gyapjút, de ma már megszűnt ez a mesterség, akár a paplanvarrás is. Dóra is az édesanyjától tanulta. Ez volt az első munkám, úgyhogy ez nem gyapjúból van, de mondjuk az ütés, meg hogy hívják a maga technikát, itt sajátítottam el. Ugyanúgy, ahogy fönt, ugyanúgy lent is kell, hogy stimmeljön az ütés. Ezen a paplanon szintén látszik, úgyhogy... Tehát ha fönt, ez az alja például, ez a fölseje. És ahogy itten látszik, szépen megy a minta, ugyanúgy kell a másik oldalon is. Attól függetlenül, hogy a visszája. És ha leülünk én egyik végére, ő a másik végére, és az nem látszik meg, hogy két kéz varta. Márpedig az alapszöveten széterített vastag gyapjunk keresztül egyáltalán nem könnyű fent is, lent is egyformára öltögetni a mintát. A gyapjút előbb pálcákkal ütögetik, úgymond felhabosítják, mert ilyenkor valamilyen csoda folytán háromszorosára nő a vastagsága. Sokan azt gondolják, a vastagság miatt hatalmas tükkel lehet csak paplant varni, pedig ez egyáltalán nem így van. Minél kisebb a tű, annál szebbek az öltések. Anya és lánya munka közben egymásra szemben ülnek, és a minta varrásával a paplan közepe felé haladnak. Volt olyan, aki kuncsaftok közül megkérdezte, hogy jaj, azért varják maguk ketten, hogy egyikük lent van, és akkor a másikuk fönt, és adogassák egymásnak a tűt. Mondom, nem úgy van. Mondom, még véletlenül se ez úgy van, hogy mindenki a saját részét varja. Érzés és nagy tapasztalat kell hozzá. A jobb kéz leküldi a tűt, a bal meg visszaküldi, és mindez a látatlanba történik úgy, hogy közben jól meg kell feszíteni a cérnát. Azért, hogy ilyen kemény legyen. Itt nem bírja megfogni a cérnát, hogy kihúzza. Azért olyan darásfészkes aztán a varás. Anyának is, lányának is jól oda kell figyelni a munkára, mert végül a varásuknak pontosan össze kell érniük. Azelőtt mindig úgy vartam, hogy vartam, és akkor néztem alul, hogy is van, de most már csak végighúzom az ujjamat, és elárulja, mert a tapintással most már annyira tapasztalatom van, hogy de nagyon sokat, azt mondja anyukám is, hogy lányom, neked többet van a fejed lent, mint fönt. Az is megtörténik, hogy egyszerre két paplanon is dolgoznak, ha a kuncsaftnak sietős. Ilyenkor Éva átveszi az utolsó simításokat és beszegi a takarót. Bár 80 éves, a tűt még mindig gond nélkül befűzi. Márpedig egy paplan megvarása egyáltalán nem könnyű feladat, átlagban kemény 70 órát vesz igénybe. Az öltéseknek olyan egyformáknak és pontosaknak kell lenniük, mintha csak géppel készültek volna. Azonban, amikor a mestermű végre elkészül és a kuncsaft meglátja, az minden fáradtságot kárpótol, mondja Dóra. Ezért nem esik nehezére, hogy a kész művet akár zentáig is elvigye a megrendelőjéhez. Nekem a férjem sofőr, és ő neki köll a meleg paplany. Nagyon szép, meg jó meleg. De ezek a mostaniak, ezek semmi. Én mondom, én vettem nyárit, meg télit, de hát majd megfagyok alatt a télen, hideg. Elvékonyodik, elszakadozik a cérna,
nem ír semmit. Ilyet még már nem nagyon lehet sehol se. Én azt hiszem, hogy a Dórin kívül más nem is csinálja. Dóra pedig érzi és tudja, hogy édesanyja tanítása nem volt hiába való. Azt sem bánja, hogy nem az eredeti foglalkozását űzi, hiszen kézi munkája boldogság forrása. Hát ebben van a jelenem, a múltam, a jövőm. Nagyon szép. A terveim, a szeretetem. Ha pedig majd egyszer egyedül fogja paplanokat varni, az emlékek a szívét fogják melengetni.